Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Tegye fel a kezét, aki szeret ebben a nagy hőségben a strandon a drága lángosért sorban állni. Aki nem, tartson velünk! A héten kefíres lángost készítettünk, gondoltuk megmutatjuk nektek, hát ha ti is kedvet kaptok. A deszkára kikészítettük a hozzávalókat, de erről majd menet közben fogok még beszélni. Láthatjátok, hogy 30 dekagram lisztet mértünk ki, sima BL55-ös liszt használhattok másmélt is, nekünk ez teljesen bevált. Közben egy bögrében meglangyítottuk a tejet. Az élesztőnek csak a felét tettük bele, megszórjuk egy kis cukorral, hogy életre keljen. Betesszük egy tálba a lisztet, és egy icipicit megmikrózzuk, de éppen csak annyira, hogy langyos legyen, nehogy megégjen a liszt, ne maradjon benn sokáig, és utána átszitáljuk. Mi tojást nem használunk, lehet beletenni esetleg egyet, kísérletezgessetek, hogy nektek melyik válik be jobban. Látjuk, hogy kezd éledezni az élesztő, nem kell, hogy teljesen felfusson, beleönthetjük így is, előtte teszünk egy teáskanál sót a lisztbe, elkeverjük egy kicsit, beletesszük a kefírt, egy pohár kefírt használunk, ezt érdemes előtte kivenni a hűtőből, hogy ne hűtőhidegen tegyük bele, majd beleöntjük a felfutott élesztőt. Oda készítettük a kezünk ügyébe a lisztet, és milyen jól tettük, mert az történt, képzeljétek el, hogy hiába csináltuk már sokszor lángost, most nem mértem ki a tejet, és nem egy deciliter tettem bele, hanem valószínűleg kicsit többet, így a tészta több lisztet igényelt, de ahogy tudod, te mondanád, szívem... Nem kell megijedni! Szóval ilyenkor nem kell megijedni, ott volt a liszt, és pótoltuk, így közel 40 dekagramot használtunk. Két dologra érdemes nagyon ügyelni a lángos készítésénél, az egyik szerintem a kidolgozás, tehát erre szánjuk rá az időt, és láthatjátok, ha esetleg valaki még nem készített lángost, ugye ezt nem gyúrjuk, hanem dagasztjuk, ilyen kis kanalazó mozdulatokat teszünk a kezünkkel, és hát azt szeretnénk elérni, hogy minél inkább ilyen légies vagy buborékos legyen, láthatjátok, hogy ilyen kis lyukak is keletkeznek benne, úgyhogy addig dolgozzuk bátran a tésztát, amíg nem látjuk azt, hogy ezek a kis kelések megjelennek a tésztán. Ha valakinek van gépe, természetesen beleteheti, az meggyorsítja a munkát, de én szeretem, hogyha a kezem között alakul a tészta, én ezt valahogy jobban kedvelem. No, hamarosan összeáll a tésztánk, úgyhogy most jöhet rá egy kis olaj, és ezzel még egy kicsit összedolgozzuk. Később könnyebben lehet majd formázni, amikor a kis cipókat készítjük. Ezzel az olajjal még egy kicsit megápoljuk, és igazából a munka nagy részével el is készülünk, így hamarosan jöhet a cipózás. No, jöhetnek is ki a deszkára. Tettünk alá egy sütőpapírt, mert azért itt olajozni kell. Lágy a tészta, úgyhogy itt sokkal könnyebben tudunk dolgozni vele, ha olajos a felület, meg a kezünk. És hát egész egyszerűen a kezemmel szemre fogom kimérni a cipókat. Ha gondoljátok, vághatjátok késsel, vagy ilyen konyhai darabolóval. Én, ahogy gondoltam, lecsíptem nagyobb darabokat, kicsit megformáztam a kezemmel, és rátettem a sütőpapírra. És nézzétek, itt most kicsit közelebbről mutatjuk, hogy látszik, hogy milyen szép, sima, kidolgozott a tésztánk. Ebből a közel 40 dekagram lisztből 5 kis gombócot, tésztagombócot készítettem elő, ezt letakarjuk majd konyharuhával, és 25-30 perc alatt közel a kétszeresére fog nőni. Nézzétek csak! Sütés előtt elkészítjük a lángos elengedhetetlen fokhagymás kenegetőjét. Ebbe fokhagyma, só, víz és olaj kerül.
De még egy fontos dolgot nem mondtam nektek, ha esetleg nagyobb adagot bedagasztanátok, mondjuk dupla adagot, akkor nyugodtan el lehet tenni kelesztés előtt a tésztát egy műanyag dobozba vagy zacskóba, beteszitek a hűtőbe, és még egy-két nap múlva ki lehet sütni. A lángos sütéshez jó, forró és bőséges olajra van szükségünk, úgyhogy mindenképp várjuk meg, hogy az olaj jól felhevüljön. Ha úgy gondoljátok, esetleg lehet egy kis próbatésztát beledobni, és hogyha látjátok, hogy sül, akkor kezdődhet a lángos belerakása. A másik dolog, amire nagyon kell ügyelni a lángos készítésénél, az a formázása. Mivel lágy a tészta, ezért talán nem olyan könnyű vele dolgozni, lehet húzni a deszkán, ahogy mutattam, vagy így a kézfejünkre tenni, kinek hogy a kényelmesebb, de számítsunk rá, hogy ahogy a levegőbe emeljük, úgy nyúlni fog a tészta, úgyhogy ügyesen kell vele bánni. No, és itt már el is kezdenek sülni a lángosok. Mi úgy szeretjük, hogyha belül egy kicsit ropogósabb, vékonyabb a tészta, a széle pedig egy kicsit vastagabb és puhább, úgyhogy igyekszünk így alakítani. A sütési idő 1-1,5 perc oldalanként, látni fogjátok a színén, hogy mikor lehet kivenni az olajból. Ízesítésnél a fokhagymás kencefice alap, aztán hogy ezek után mit pakolunk még rá, annak csak a fantáziánk szab határt. Íme egy klasszikus sajtos tejfölös lángos, ami Juditnak a kedvence, jó alaposan megszórva reszelt sajttal. Az én kedvencem pedig, és mindenkinek javaslom a kipróbálását, a jutúrós lilahagymás lángos. Erre mindenki annyit kenjen ebből a krémes jutúróból, amennyit nem szégyel. És nézzétek meg, milyen a lángosunk tésztája belülről. Ugye milyen szép? Aki az első kérdésünkre a videó elején nem tette fel a kezét, az most nyomja meg bátran helyette a like gombot. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok! Ott a lyuk, látod? Aha. Ott, tehát, hogy lyukas. Igen. Belül, hogy ilyen légies lyukas. Igen.